16 tehetséges fiatal jutott be a Sziget Közhangja döntőjébe, akik három korcsoportban, gyerek, junior és felnőtt kategóriában mérettették meg magukat a versenyen. A legtöbben popdalokat adtak elő, de voltak jazz és rock stílusú produkciók is. Arra gondoltam, hogy jó lenne egy olyan egyedi tehetségkutató, ami más, mint a többi, ahol a helyi tehetségeknek is lehetőséget tudunk adni arra, hogy megmutassák magukat, illetve akiket megtalálunk, fel tudjuk karolni, és segíteni őket másképp a pályán, mint ahogy látható egy bő 10 éve Magyarországon. Az előadásokat egyébként szakmai zsűri pontozta. Az est egyik különlegességének számított, hogy az értékelők között ült Olá Gergő is, aki szintén egy tehetségkutatóban tűnt fel. Mindig tudni kell azt, hogy merre tartanak, tehát kell, hogy legyen céljuk azzal az életükkel, mert ha nincsen cél, akkor értelmetlenül ébredünk föl, én úgy gondolom. Úgyhogy ezt tanácsolom nekik, hogy legyenek céljaik. Értékteremtő embereket szeretném mi magunk is nevelni, és akiket így felkarolunk, őket is így tovább vinni, hogy ők maguk ne a gyors műanyag sikert várják, úgymond, hanem tanuljanak meg inkább lassabban célhoz érni, és közben sokat-sokat dolgozni azért, és önmaguk létrehozni értékeket önmagukból. A zsűri több szempontot figyelembe véve értékelt. Igazából összképet nézünk, tehát egy darab pontszámot adunk, nézzük természetesen elsősorban az énektudást, tehát ez a verseny ez másfajta, mint amiket a televíziókban látunk. Itt nekünk első az, hogy a énektudás milyen, de természetesen a személyiség szorosan hozzá tartozik, és ennek a kettőnek a együttműködése alapján születik meg egy pontszám. A nem mindennapi versenyen szinte kivétel nélkül mindenki remekelt a színpadon, így a zsűrinek igencsak nehéz dolga volt a döntőben. A zsűritagok arra azért figyeltek, hogy a produkciók végén rámutassanak arra, hogy mik voltak az előadás erősségei, és mik azok, amiken a későbbiekben változtatni kell. Jól énekelsz szerintem, tök jól énekelsz, de add elő egy picit, ne állj egy helyben, egy kicsit dőlöngélj, egy kicsit élvezd jobban a zenét. Hát nagyon jól éreztem magam a színpadon, hát igen, igaza volt a Gergőnek, mert ugye egy kicsit elizgultam a dolgot, meg nem mozogtam annyit a színpadon, de reméljük a továbbiakban is így fogok tudni majd teljesíteni. De hát azért mégis egy országosan elismert előadó művész mondta azt, hogy igenis tudsz énekelni, ezt hogy érzed, hogy esett ez neked? Hát ez nagyon jól esett nekem, igen, köszönöm szépen a Gergőnek még egyszer. Izgultam egy kicsit, de felmentem, aztán már jött magától, és már nem izgultam. A verseny végén a legjobbak pedig különleges díjazásban részesültek. Az első helyezettek saját dalt kapnak, ahogyan tavaly is. Tavalyi győztes dal is megszületett, meg is jelent lemezen, Sziget Közhangja lemezen, és ma be is lesz mutatva itt ezen a színpadon is. A további helyezettek pedig énekstúdió bérleteket, illetve választhatnak, hogy a jövő évi táborban való részvételt nyerik, vagy pedig az énekstúdió bérletet, illetve van némi szponzori felajánlás is ajándékutalványok formájában. A legjobb énekesek kezét az énekstúdió a verseny után sem engedi el. A szándék az, hogy a tehetségek segítséget kapjanak a pályán való elindulásban.